lassan már minden, sőt most már mindennapossá vált, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalomhoz rendszeresen érkeznek a segítségkérések, napi szinten 3-4-5 közbiztonsággal kapcsolatos segítségkérés is érkezik hozzánk. Most éppen itt állunk a Fejér megyei Bicske településen, ahol szintén közbiztonsághoz kapcsolódó problémákkal, bűncselekményekkel kerestek meg bennünket helyi lakosok. Konkrétan egy férfi tartja itt rettegésbe a környéket, akinek a nevéhez, a személyéhez különböző bűncselekmények kapcsolódnak, és ezzel kapcsolatban folytatunk itt a mai nap folyamán egy oknyomozást. Itt mögöttünk látható ez a bérótelep, ahol lakik az a illető is, akitől itt rettegnek a környéken az emberek, és akkor megkérem a mellettem álló Bencét, aki itt lakik Bicskén, hogy akkor mondd el a problémákat, ami foglalkoztatja az embereket. Hát azért hívtalak titeket segítségül, mert már többszöri felszólításra a rendőrség felé is lett feljelentést éve, polgármester asszonynak is lett jelezve, hogy van itt egy egyén, járkál az udvarokba, nézegeti, mi mozdítható, hol nincs mozgás. Többször jelezve lett, hogy eltulajdonított, feltört dolgokat, semmi változás nem történt, és ez nem úgy keletű probléma. Ez miatt fordultam hozzátok, hogy a segítségeteket kérve, mert más megoldás nincsen, egyszerűen a polgároknak, saját maguknak kell kezükbe venni a dolgot, mert a városvezetés meg a rendőrség nem partner ebbe az egészbe sajnos. És ez most így nem feltétlenül csak a romák ellen szól, nyilván van köztük nagy részben olyan, aki problémás, de nincsen velük úgy probléma a városban, nem kötekszik a nagy része, mondom, nyilván van olyan réteg, aki igen, akinek nem tetszik valami, például most nem ehhez az ügyhöz kapcsolódva, de múlt héten volt egy olyan eset, hogy egy 50-es évébeli járó roma hölgyemény, szépen fogalmazzak, a mögötte ülőt a helyi járaton elég szépen inzultálta, szóval egy 80 éves bácsiról van szó, szóval olyanokat mondott neki, hogy levágom a faszodat, aztán a szádba rakom, ilyen mondatokat ejtenek el. Ennek szemtanúja voltál? Nem, nekem ismerősöm mesélte, igen. Plusz meg lehet, utána lehet járni nagyon könnyedén, itt az iskolákban, itt Bicskén van 3 iskola, de nagy részében nem ide hordják a gyerekeiket a szülők, mert főleg az általános iskola alsó tagozatban 80%-a roma, és nem akarják, mert nem lehet tőlük tanulni, nem lehet őket oktatni, ezért a helyi szülők, mondom, nagy része áthordja a szomszédbeli városokba, falukba a gyerekeiket. De jó, persze nem ez miatt hív fel a titeket elsősorban, de ez is egy égető probléma szerintem, egy társadalmi szinten, hanem az, hogy tényleg az ember nem azért dolgozik a két kezével, látástól vakulásig, hogy ez utána egy olyan ember, aki arra van fogva, hogy szellemileg el van butulva, nincs elbutulva, én véleményem szerint, mert ha erre megvan az esze, hogy eljárkáljon napközben, kilesse azt, hogy melyik udvarban nincsen mozgás, illetve az, hogy hol nincsen kutya, és akkor oda éjjel visszatér és betörjön, meg tudja azt, hogy az autókat hogy kell fölfeszíteni, akkor az nem hiszem el, hogy annyira szellemileg fogyatékos lenne. És akkor a rendőrség ez miatt nem intézkedik vele szemben? Mert igen, nekem több ismerősöm mondta. Hát azt mondják, igen, és gyámság alatt van, és nem lehet vele mit kezdeni. Én azt nem fogadom el indoknak, és többen sem a városba, csak az a probléma, hogy nem merik vállalni az arcukat, félve attól, hogy utána fenyegetve lesznek. Hát ez szerintem sem megfelelő indok. Tehát ha valaki bűncselekményt követ el, ugyanakkor annak megfelelő retorzió. Hát hozzám eljutott több információ, hogy be lett jelentve rendőrségen is, polgármester asszonynál is. Azt ígérte a polgármester asszony, hogy a kezébe veszi a dolgot, lesz változás, hát nem sikerült. Konkrét feljelentések történtek, és ennek ellenére igen. sem történt semmi. Igen. Értem. Jó, hát. Szóval nagyon bízok benne, hogy ennek azért hatására nem azt váltja ki ő belőlük se, hogy akkor most itt fenyegetőzzenek, mert nem az a célja itt a lakosságnak, hogy most itt elkezdődjön egy romák és magyarok közötti vegzálás, hanem az, hogy itt nyugodtan hagyja nyitva az ember éjszaka a kaput, nyugodtan tudjon lefeküdni, ne tartva attól, hogy reggelre eltűnik valami értéke az udvarból, vagy csak esetleg megrongálódik a kapu. Feszegeti autót, volt olyan, hogy az autónak az ablakát betörte éjjel, volt, hogy a kilincset feszegette és letörte a kilincset éjjel. Szóval ilyen problémák vannak. Itt van a lakótelepen, ami igen, mellett eljöttek, ott szokott rázdálkodni? Itt is, meg arra az állomás környékére. Volt egyébként egy illető, aki azt mondta, hogy
ő a nevét, arcát nem szeretné vállalni, mert tudják, hogy ott lakik. Azt mondta, hogy szívesen beenged a udvarába. Tudunk beszélni más helyi lakosokkal is most a mai nap folyamán. Esetleg igen. Jó, mert akkor felkeresnénk őket mindenképpen, hogy akkor több információt is gyűjtsünk. Jó, rendben. Csak mindenki fél. Akkor itt Bence kalauzolásával itt körbejártuk itt a környéket, többek közt a Vicskei Pérót is, hogy hát itt szembesültünk egy-két problémával, nagyon sok mindent átbeszéltünk itt menet közben, és egyúttal szeretném bejelenteni itt a Vicskei honfitársainak is, hogy a településen is megkezdjük szervezni egyébként a Magyar Önvédelmi Mozgalmat. Sajnos olyan időket élünk jelenleg Magyarországon, hogy elengedhetetlen, hogy összefüggenek a magyar állampolgárok, és meg tudják védni a lakókörnyezetüket, az életterüket. Úgyhogy ezúton is bemutatom Bencét, a Magyar Önvédelmi Mozgalom Vicskei szervezőit. Őt is lehet egyébként keresni, aki bárki, aki szeretne csatlakozni és tenni szeretne egy élhetőbb településért, illetve a Magyar Önvédelmi Mozgalom központi elérhetőségen is lehet bennünket keresni, mert hamarosan majd meg fog jelenni itt a képernyőn. A weboldalunkon keresztül, a központi telefonszámunkon keresztül fel lehet venni velünk a kapcsolatot, és várjuk a vicskei, Fejér megyei honfitársaink jelentkezését is. Össze kell fognunk, és meg kell szervezzük az önvédelmünket.